Mint ahogyan az egész elmúlt esztendő, a holt szezon is rendhagyóan alakul a megyei labdarúgásban. Elmaradt az igazgatóság által szervezett téli terembajnokság, és a műfüves felkészülési tornát, valamint a hagyományos utánpótlás tornákat sem rendezték meg. Izgalmakat így a szurkolók számára az átigazolási időszak tartogathat, péntektől egy hónapon keresztül cserélhetnek csapatot az amatőr futballisták. Nyáron mindenféleképpen nagyobb a játékos mozgás, viszont azt is meg kell jegyezni és említeni, hogy nagyon sok megyétől eltérően a megyénkben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében télen is igen sokan igazolnak át ez alatt az egy hónap alatt, tehát azért várható majd itt is játékos mozgás. A legfontosabb tudnivalók, hogy január 15-én 0 órakor indul, február 14-én éjfélkor zárul az átigazolási rendszer. Ahogy az elmúlt 3 évben volt, így természetesen most is már az IFA rendszeren keresztül digitálisan kell feltölteni a szükséges dokumentumokat. Nagyon fontos, hogy már egy éve az átigazoláshoz is kell csatolni a személyi igazolványt, vagy az anyakönyvi kivonatot a játékosnak, tehát ezt is mindenféleképpen töltsék fel az ügyintézők, és hát bejönni az igazgatóságra csak és kizárólag már a kinyomtatott játékengedélyes sportorosi lapért kell jönni. A felnőtt játékosokért is lehet a téli átigazolási időszakban működési költségtérítést kérni, de felnőtt játékos működési költségtérítési díj nélkül is válthat csapatot, utánpótlás szinten viszont ugye továbbra is van egy minimális működési költségtérítés, amit ki kell fizetni. Mivel az elmúlt évben 320 felnőtt, illetve utánpótlás bajnoki mérkőzés maradt el a megyében, a megszokottnál korábban rajtol a tavaszi szezon. A téli szünetben átigazoló futballisták az őszi meccsek pótlásán már új csapatuk színeiben léphetnek pályára. A megyei első osztály 13. fordulójára, ami ugye egyébként november 10-én került volna sorra, az most január 30-31-ére lett kiírva, és onnantól folyamatosan minden hétvégén játszanak majd a megyei első osztályú felnőtt és U19-es csapatok, a megyei másodosztály küzdelmei pedig február 14-15-én kezdődnek el. Nagyon bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, és a mérkőzések jelentős részét meg fogjuk tudni majd rendezni, de természetesen arra is gondoltunk, hogy ha esetleg az időjárás nem lesz olyan, akkor ugye a csapatok bérbe tudnak venni a megyében található, vagy akár más megyében lévő műfűes pályákat is, hiszen a megyei igazgatóság most erre a helyzetre való tekintettel megyei első osztályos mérkőzésnek is engedélyt ad olyan műfűes pályának, ami egyébként csak megye 2-3-ra van átvéve, de természetesen itt a téli időszakban nyugodtan lehet megyei első osztályos mérkőzést is műfűes pályán lejátszani. Ha minden a tervek szerint alakul, a megyei első osztályban május 30-án fejeződik be a bajnokság, az alacsonyabb osztályokban pedig június közepén ér majd véget a pontvadászat.